ebben most mit vesz Márkáma bácsi? Miket énekeljük? Mi szemüveket? A gondviselő jó atya. Gondviselő atyám van, ó édes Istenem, látom én, hogy minden elhagy, e világon csak te nem, hozzá nagyon benned élek, üdvöd mástól nem remélek, mint az alig gúcs virágra, megújító harmatot, vérző szívem fájdalmára, csak te hinted gondolom, könnyű sorsom terhe rajtam, ha imára nyílik ajkam, rám-rám derül ismeretlen, utamon egy kis öröm, azt is a te véghetetlen jóságodnak köszönöm. Hála könnyen tündöklése, a te neved hirdetése. Gyenge vagyok, lankadozna, búzgóságom szárnyai, bármiben vágyakozna, színen elé szállani. Ó, hogy erőd, hogy még élek, egyedül csak néked éljek. Ott, hogyha majd bevégzem, elmúlandó életem, lelkem tisztán és egészen, egyesüljön te velem, el ne vonjon semmi többé, kied legyek mind örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Bűnbánattal és hálatjel szívvel magasztaljuk és dicsőítjük felséges nagy nevedet ebben a otthonban is, Uram. Köszönjük te néked, hogy te minden teremtményedet úgy teremtetted, hogy dicsőítse és magasztalja a nevedet, a virágok az ő illatukkal, a madarak az énekével, és az ember az éneklésével és életvitelével magasztaljon és dicsőítsen téged. Te magad mondottad, Úr Jézus Krisztus, hogy úgy viseljük magunkat, hogy az emberek lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék, magasztalják a mi Istenünket miattunk. Köszönöm te néked, hogy eltelt egy hónap, és újra itt lehetek az én idős testvéreim között. Köszönöm te néked, hogy békességben élhetünk országunkban. Uram, de könyörgök te hozzád azokért, akik most is rettegésben vannak a terrorizmus miatt, Uram, akik most is elvesztették az ő szeretteiket, hiába való szenvedés miatt, Uram, könyörülj meg rajtuk és vigasztaljad őket is, Uram. Köszönöm te néked, mennyi édesatyánk, hogy még hirdettetik az evangélium. Köszönöm, hogy adtál erőt ahhoz, hogy újra itt legyek az én idős testvéreim között, hiszen nekem is már szinte megvannak számlálva a napjaim is. Tudom, hogy egykor elköltözök, te veled együtt leszünk, de addig, amíg jónak látod, hívvel szolgálok téged, Uram.
könyörgette hozzá te áll, még most is, a mostani igényt is, és tetted élővé és hatóvá egy arról szolgált szájába, hogy mindazt el tudja mondani, amit rám bíztál az én csendességemben. Könyörgök te hozzád azokért, akik nem tudnak itt lenni. A betegség ágyhoz kötötte őket. De azokért is könyörgök, akik akarattal nem akarnak idejönni. Mert nem kell nekik a te országod. Meg vannak elégedve ezzel a világ földi élettel. Be vannak telve, azt gondolják, hogy ez minden. Bocsáss meg nekik, Istenem. Könyörgök te hozzád a szeretteinkért is. Munkád az ő szívükbe is, hogy megtérjenek. Hallgass meg minket. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Kedves testvérek, az a szent ége, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva bizonyságos szent szeretnénk tenni előttetek, írva található a református bibliaolvasó szerint a mai újszövetségi ige szakaszban, János írása szerint való szent evangélium 12. részében, a 44. verstől az 56. versig bezárólag a következőképpen. Jézus felemelve a hangját azt mondta, aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van, aki elítélje, az az ige, amelyet szóltam. Az ítéli előtt az utolsó napot. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én beszélek, azt úgy beszélem, ahogyan az Atya mondta nekem. Kedves testvérek, mióta világ ez a világ, azóta az emberiség mindig perben áll az Istennel. Tudjuk nagyon jól, hogy Isten az embert nem a kárhozatra teremtette. És nem is úgy alkotta meg, hogy beteg legyen. De tudjuk nagyon jól, hogy az embert megrontotta a bűn, a sátán. Mert Isten az Édenkertben csak egyetlen egy parancsolatot adott az embernek, igaz? Egyetlen egyet. Hogy annak a fának a gyümölcsé, annak az egy fának a gyümölcséről nem lehet. De a sátán jött. Megkísértette, hogy hát olyanok lesztek, mint az Isten. A nagy rovágyás. Mindenki nagyobb akar lenni. Sőt, minden szülő azt szeretné, hogyha a gyermeket többre vinné, mint ő. Nagyobb lenne. Édesapám is azt mondta, annak idején, amikor még kicsi voltam, hogy tanuljál, fiam, hogy ne kelljen itten húzni az igát, mint én nekem. Tehát mindenki nagyra vágyik. Sőt, hogy mit mondjak, még az apostolok is, a 12 Jézus mellett, igaz? Azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Sőt, ugye, két tanítvány azt mondta Jézusnak, hogy Zebedeus fiai, hogy majd én egyik a fiam a jobb keze felől, a másik meg a bal keze felől ülj a Jézusnak, majd eljön az ő királyságába. Nagyra vágyok.
Pedig az Úr Jézus azt mondta, hogy aki nagy akar lenni közöttetek, legyen mindenkinek a szolgája. És ekkor történt meg az, hogy Jézus körülkötötte magát, és megmosta a lábukat. Rabszolgává munkát vállalt, azért, hogy megmutassa, hogy ő nem akar nagyobb lenni, mint ők. Pedig tudjuk nagyon, hogy annak ellenére, hogy emberi testet öltött, megmaradt Isten, isteni mi volta is, hiszen ha nem maradt volna meg, akkor nem tudott volna halottakat feltámasztani, igaz? Megmaradt az isteni mi volta is, de mégis emberré kellett lenni. Miért kellett emberi testbe, emberi testet ölteni az Úr Jézusnak? Ki tudná megmondani? Pedig már egyszer beszéltem itt erről. Hát miért nem angyalt küldött Isten, hogy az embert megváltsa? Ők is tudnak testet ölteni. Azért, mert az angyaloknak nincs vérük. Nem test és vér angyalok. Szellemi lények. És az Ószövetség számára is, igaz, az Ószövetség népének is, azt mondta Isten, hogy véres áldozatot kellett bemutatni a bűnért. Valakinek, vagy valakinek meg kellett halni azért, hogy valakinek a bűnét megbocsátta Isten. És ez nem lehetett más, mint egy szeplőtelen, tiszta bárány. Azt kellett megölni, és annak a fejére kellett rátenni az illetőnek a kezét, és elmondani, hogy felsorolni a bűneit, szó szerint, hogy miket követett el, rátett, és csak azok a bűnök bocsátattak meg, amiket bevallott Istennek. Nem azért, mintha Istennek szüksége volna arra, hogy az ember bevallja a bűnét. Miért? Hát ő tudja. Hát azon megírva a jelenések előnk, hogy könyvek nyitatnak meg mindenkiről. Istennek orosztálynaplója. Mindenkiről vezet közel. Sőt, hát ugye a mai modern technika világában már olyan gigabájtos tároló egységek vannak, ami egész 100 000 órányi anyagot rajta lehet tárolni. Hát akkor, aki teremtette ezeket a számítógép dolgokat, egységeket, hát annak ne lenne olyan, hogy amit még az ember fel se talált. Mi szoktam azt megfogni sok embert, mikor így kételkedik abból, hogy majd Isten, hogy tartja számon. De nem azért nyitottak meg ezek a könyvek, nem azért írottak ezek a könyvek, hogy elítéljek, hiszen maga az Úr Jézus mondta, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot. Nem ítéletre jött el akkor, hanem azért, hogy megmentse a világot. Megmentse az embereket a kárhozattól. Mert kedves testvérek, egyetlen is halálos betegség van ezen a világon, ami halálos, és ez a bűn. Mert a többi mind megbocsátatnak, minden halálos betegséget meg lehetett gyógyítani, még azt is, amit most a gyógyíthatatlan, de egyszer majd megtalálják annak, hogy a gyógymódját. De a bűnre csak egyetlen egy orvosság van, Jézus Krisztusnak a drága vére. Milyen sokan elmennek gyógyítatni magukat ugye különböző helyekre. Jeles orvosokhoz, tudósokhoz. Csak éppen az Úr Jézushoz nem nagyon járulnak, nagyon kevesen járulnak. Mondhatná valaki, hogy hát, akkor te miért nyavajok szállandóban, hogy így fáj, ott fáj, ott fáj, hát többi. Igen, de a halálos bűnöm már az meggyógyult. A kárhozatnak a bűnéből már Isten megszabadított engem. Eltöröltem minden vérkemet. Úgy, hogy a számítógépen is van egy gomb, amit ha megnyomunk, akkor ami rajta van tárolva, az mind eltűnik.
Isten azok számára, akik az Úr Jézus Krisztust befogadják, azok számára ugyanúgy törüli az összes vétkét. Nem csak azt, amit eddig elkövetett, hanem még azt is, amit ezután, hiszen hát emberből vagyunk, így szoktam mondani. Az oly és az új ember együtt van. Az oly és az új ember. Mert ez a test, ez gyarló. Azért mondja az apostol egyike, öldököljétek meg a ti testét, kívánságotokat az Isten igéjével. Meg öldököljük meg. Hagyjuk el azokat, amik kedvenc bűneink voltak. Mert mindenkinek vannak kedvenc bűnei. Olyan ember nincsen. Visszatörő bűnök vannak, nekem is vannak. Igen ám, de ha vétkezik is valaki, akkor oda lehet vinni újra az Úr Jézushoz. Bocsánatot kérni. Mikor gyerek voltam, ha rosszat csináltam, akkor édesapám sarokba tértek érteket, azt addig nem állhattam fél, még nem tudtam bocsánatot kérni. Oda kellett menni. És meg kellett fogadni, többet nem követem el. Igen ám, és nem követtem el máskor. Dehogy nem. De ugyanígy van Isten is velünk, mert tudja nagyon jól, hogy mi nem tudjuk megállni, hogy ne kövessünk el bűnt. Még akkor is, amikor már elfogadtuk az Úr Jézus Krisztus kegyelmét. Akkor is. Mi történik akkor? Mert az Isten szent lelke beleköltözik az emberbe. Megszomorodik az a szent lélek bennünk, de nem költözik ki belőle. Mert az Úr Jézus hálát adott a főpapi imádságába Istennek, hogy hálát adok, Atyám, hogy akiket nekem adtál, azt mind megtartotta. Akit az Atya neki ad az Úr Jézus Krisztusnak, azt az Úr Jézus megtartja, és azt nem hagyja. Azt mondta, senki ki nem vehetje őket az én kezemből. Senki ki nem veheti. A sátán ugyan erős nagy hatalom. Itt van ebben a gonosz világban, mert úgy hívják, hogy a világ fejedelme. De már megítéltetett. Mikor? Ott a Golgotán. Amikor az Úr Jézus Krisztus győzelmi kiáltása elhangzott, hogy elvégeztetett, akkor győzetett le sátán. Nem akkor, amikor Lázár feltámasztotta, hanem amikor Jézus Krisztus engedelmeskedett az Atyának, amikor nem szabadult meg a keresztül, ahogy kívánták tőle. Hogyha Isten fia vagy, akkor szabadítsd le magad a keresztül, szállj a keresztül, igaz? Megtehette volna, de nem tette, mert akkor ugyanolyanná vált volna, mint az első Ádám. Engedetlenné vált volna az Isten akaratának, hiszen azt mondja, hogy az Atya, aki küldött engem, én azt mondom. Sőt, még azt is mondta, hogy aki engem lát, az látja az Atyát. Mert én és az Atya egy vagyunk. Tehát hány proféta, Mózes is, és Illés is, és többiek is, mind szerették volna látni az Atyát, de nem láthatta. Mert azt mondta Isten, hogy aki az én országomat látja, az nem élheti túl. De akkor, amikor emberi testben eljött Isten ebbe a világba, akkor már megláthatták, amikor emberi formát vett fel. És azt olvasjuk itt, kedves testvérek, hogy Jézus felemelve a hangját ezt mondta, aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. Hogy mondjam el, kedves testvérek, hogy hitetlen ember nincs ezen a világban. Senki. Mindenki hisz valamiben. Sőt, hogy aki az evolúcióba hisz, ahhoz még nagyobb, sokkal nagyobb hit kell, mint az Istenbe vetett hitbe. Mert azt nem tudják bizonyítani. Arról nincsenek írásos feljegyzések, hogy hogyan történt az ősrobbanás például. Nincsenek sehol írási feljegyzések. De arról, hogy teremtette Isten az embert és a világ mindenségét, arról van írásos feljegyzés.
Azért mondom, hogy ahhoz sokkal nagyobb így kell, az tényleg ugrás a sötétbe. Az abban hisz, aki elküldött engem, tehát az atyába hisz, Istenbe hisz. De a másik helyen pedig azt mondja Pál apostol az igében, hogy hiszed, hogy van Isten? Jó teszed. Az ördögök is hiszik, hogy van Isten. És eltegnek is tőle. De azért nem kárhoznak, vagy nem üdvözülnek az ördögök, hogy hiszik, hogy van Isten, hiszen tudják, hiszen vettek tőle az Isten, Istentől vették az ördög is. Jézus Krisztustól, az Isten fiától is vették az ördög. Na most akkor szokták mondani, hogy hát egy Istenünk van. Igaz? Hát a mohamedánok is, azt mondja, Allah-Akbar, egy az Isten, egy úrunk van, ugye? És a többiek is, mindegyik. Sőt, hát ugye a Jehova tanúi is hisznek Istenben, sőt, csak ő benne hisznek. De azért ne is üdvözülnek. Mert nem hisznek a fiúban, hogy a fiú Isten. Aki megtagadja a fiút, az Úr Jézus is megtagadja. Az Úr Jézus maga mondta. Aki megvallja engem az emberek előtt, én is megvallom őt az mennyétjám előtt. Aki pedig letagad engem, én is megtagadom. Tehát ne várja senki azt, hogy majd egyetemes üdvösség lesz. Nem. Csak aki hisz a fiúban, annak van örök élete. És az ember milyen hiszéken? Nem különb a mai emberiség, mint annak idején zsidó izraelében volt, igaz? Nem különb. Hát Isten maga ott járt közöttük, Jézus Krisztus, igaz? És nem ismerték fel benne a Messiást. Pedig hát, mondta az ügyés, hogyha én nem hisztek a beszédemnek, akkor higgyetek annak, amit már cselekedtem, igaz? Hát halottakat ki tud feltámasztani. Egyetlen egy ember se született még erre például, de Jézuson kívül, aki halottat tudna feltámasztani. Sőt, harmadnapos halottat, igaz? Mert Lázárt éppen azért nem ment el meggyógyítani, hogy már szaga legyen, azt mondta, hogy imádta, hogy már szaga van. Hogy bebizonyítsa, hogy ő olyan állapotból is meg tud fel tudja támasztani, amikor már orvosilag lehetetlen emberleg. Nincs hittek benne. Sőt, éppen ezért akarták megkövezni a zsidók. Sőt, nem őt, nem csak őt, hanem még Lázárt is. Hogy ne maradjon bizonyíték annak, hogy itt járt Isten fia. Azért mondja, hogy aki énben nem hisz, abba hisz, aki elküldött engem. Világosságból jöttem a világba, hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségbe. Mit jelent az, hogy sötétségben lenni? Azt jelenti, hogy tudatlanságban vagyok. Nem is akarok tanulni, nem is akarok tudni. Nem is akarom megismerni az igazságot. Nem akar kijönni a világosságra. Miért? Mert a világosságon meglátszik minden piszok. Minden szent. Igaz? És mi történik akkor, hogyha egy régi lakatlan helységbe bemegy az ember, akkor ugye elszaporodnak ott mindenféle patkányok, egerek, mindenféle csótányok, minden. És amikor felgyújtják a fényt, a lámpát, igaz, csak úgy menekülnek. Na hát, ilyen csótány ez az ember, ilyen patkány, aki nem akarja megismerni a világosságát, Jézus Krisztus. És ugyanúgy fog már menekülni annak idején majd. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy amikor majd eljön az az idő, amikor mielőtt visszajön az Úr Jézus, ugye tudjuk eljön, hogy akkor lesznek földrengések, stb. És kiáltanak a hegyeknek, hogy esetek mire jár, rejtsetek el a bárány haragja elő. Néhát. Ilyet mondani, hát a bárány tud halagodni. Hát a legszerűbb természetű a bárány, igaz? Igen,
Mindaddig még meg nem haragítják. Mindaddig még meg nem haragítják. És miért haragszik a bárány majd akkor? Azért haragszik, mert nem fogadták be. A világosság eljött ebbe a világba, és nem akarták a világosságot. Azért haragszik. Ítéletre jön. Na, akkor fog majd eljönni ítéletre. Nem, most jött el ítéletre, amikor itt volt. Hanem akkor majd azok fognak rettegni és félni, akik nem fogadták őt. Ismerjük már egyszer szolgáltam itt a gazdag és a lázár történetéről, ugye, hogy a gazdag ember is megtanult imádkozni a pokolba. Igaz? Kiáltott Ábrahámnak, hogy küldje el Lázár, kérte Ábrahám, hogy küldje el Lázárt, hogy enyhítse a kínjait, mártsa ujját a vízből, hogy érintse meg a nyelvét, hogy ne szenvedjen ebből a kínba, itt a tűzbe. A tűzbe, mert ugye tűzzel ábrázolják a poklot. Tűzes kemencével. Ugye? Megtanult imádkozni. Itt a földön nem törődött vele. Jó volt a dolgom, minden, nem kér nekem az Isten. De ott már megtanult, amikor gyötrődött ott a lángokba. Mindenki meg fogja tanulni majd. És úgy elgondolkoztam már, kedves testvérek, hogy majd akkor, amikor az Úr Jézus eljön majd ítélkezni, és hogyha találkoznék, mert ugye nem fogok találkozni azokkal, akik a pokolba mennek, akik hallgatták a beszédemet, de azokkal nem fogok találkozni, azt nem tértek meg. Hogy miért, hogy mondanák nekem, hogy miért nem hittem neked, mikor beszéltél erről a dologról, ugye? Hogy fognak majd síránkozni? És hogy fognak síránkozni azok, akik között ott járt az Úr Jézus, és nem hittek neki? Azok különösképpen. Sokkal nagyobb ítélet alá fognak esni, mert itt csak egy arra ember áll, de akkor Isten fia volt ott, és ő hirdette nekik az evangéliumot, az üdvösség útját. Ő hirdette nekik. Azt mondja, aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van, aki elítélje, az ige, amelyet szóltam, az ítél előtt az utolsó napon. Tehát Jézus Krisztus beszédje fog elítélni, hogy hallottátok, hogy térjetek meg, és nem tértetek meg. Távozzatok az örök tűzre. Ugye gondolkoztam már azon, hogy hát mostanában ugye nagyon divatos, és szeretik az emberek hallgatni, hogyha a szerető Istenről beszél, jó Istenről beszél az ember neki. Hogy mondjam el, kedves testvérek, hogy valóban Istennek a lénye a szeretet. Ugye? Mert ő maga a szeretet. Megtestesítője. Igen ám, de úgy néz ki a dolog, hogy két dolog van. Van a kegyelmes Isten, az irgalmas Isten, és a türelmes Isten. Igaz? Istennek a kegyelme az végtelen, mert minden emberre kiárad, igaz? De a türelme az véges. Egyszer elfogy a türelme. Benne van a Bibliában, hogy Isten szól egyszer, kétszer, utána hallgat. Valahogy úgy van, mint az egyszeri kocsis, amikor elszabadultak a lovakhoz, akkor nem tudott velük mit csinálni, egy jeplő bedobta közzéjük. Menjetek, az kész. Én leugrott a szekerről, azt akkor ti meg menjetek. Összetörték magukat, mert bedobtak a szakadékba. Ugye? Ugyanúgy van, hogy emberi Istennek. Én szóltam, kínáltam neked a lehetőséget, nem éltél a lehetőséggel, magadra vesz. Ott volt az özönvíz ideje, igaz? Betelt a pohár Istennél. Betelt a pohár. És nem egy-két embert, mint mostan, hogy elpusztult, nem tudom mennyi ember most a gyilkosságba, igaz? 60 ember, még nem tudom, 500 megsebesült. Nem. Akkor a ló családján kívül az egész teremtett emberiség minden pusztult.
Hát nem lehet ilyenek kegyetlen az Isten, mondják az ateisták, igaz? Hát ilyen Isten nekem nem kell, aki ilyen kegyetlen. Na de hát nem pusztult el mindenki. Lót Isten félő volt, nem pusztult el, igaz? Így lesz ez majd az ítéletkor is. Nem pusztul el mindenki. Csak azok, akik visszautasítják a kegyelmet. Ha Károlyvennél lennék, akkor azt mondanám, hogy hát megérdemlik. És nem mondom azt, hogy megérdemlik, mert nem érdemlik meg senki sem a kározatot. De ki követeli magának az ember a kározatot? Ki követeli? Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Kedves testvérek, engem úgy meglepett mindig, mikor azt olvastam, hogy az Úr Jézus félrevonult egy magános helyre és imádkozott. Hát hogy lehet az, hogy hát Isten fiának szüksége volt imádkozni? Hát hogy lehetséges az? Hát így, hogy ő elkérte az Atyától mindazt, amit mondani kell neki. És kedves testvérek, így kell, hogy legyen minden egyes igehirdető, akire bízok Isten igehirdetést, hogy készüljön rá, imádságos szívvel készüljön rá, hogy az Atya mondja, adja a szót a számnak megnyitásakor. Hogy azt mondjam, ami tőle való, és nem hiába valóságokat beszélje. Mert azon nincs áldás. Csak azon van áldást, amit elkérünk, amit az Atya ad mi nékünk. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata igaz. És az ő az örök élet. Az Izrael népének, kedves testvérek, még akkor ugye nem Krisztus által volt az üdvösség, hanem már akkor is kegyelemből hit által volt az üdvösség, bár azt mondta, ugye emlékezünk csak vissza, volt egy történet az Úr Jézusnak, a gazdag ifjú, amikor hozzáment, azt megkérdezte, hogy mit kell cselekedni, hogy üdvözüljek. Mit mondott neki az Úr Jézus? Tartsd meg a parancsolatokat és élsz. Tehát örök életed lesz. Igaz? És akkor azt mondta az ifjú, hogy hát mindezeket ifjúságomtól fog megtartottam. Igen? De azt mondta neki Jézus, hogy egy hiányosság van még benned. Eredj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegények között, és elkövess engem. Hogy is hangzik az első parancsolat? Én az Úr vagyok, a te Istened egy Úr. Ne legyen neked Istened rajtam kívül, más Istened. Ne csinálj magadnak haragot képet, ne imádj és ne tiszteld azokat. Így hangzik a parancsolat. Igen? És akkor ennek a gazdag ifjúnak volt egy Istene. Mi volt az Istene? Hát a vagyona. Mennyi embernek van most is a pénz, a mammon az Istene? Igaz? Ismertem valakit, egy nagyon jó kereső ember volt, de olyan helyen dolgozott, amelyen világi foglalkozás volt, ugye szórakozó helyet vezetett, és hát ugye jó bevétel volt belőle, és egyszer csak megtért, hitelült egy evangelizáció alkalmával. És tudjátok, hogy mit csinál? Megszüntette, nem az, hogy eladta, hogy még tovább, de más vigye tovább, vagy megszüntette az egész szórakozó helyet, mindent megszüntetett. Nem kellett neki nagy bevétel többet, elég volt, amit az Úr Jézustól kapott. Az örök élet. Ugye?
A gazdag is úrnak nem kérett az örök élet. Nem azt kérett. Mert az Úr Jézus Krisztus az örök élet. Azért mondja, hogy kövess engem. És aki az Úr Jézus Krisztus követi, annak megvan mindene. Mert az örök élettel minden jár. Tehát láthatjuk, kedvesek, csak azt mondja, hogy a parancsolatok azok igazak, így van, de az Ószövetség népében sem tudta egyetlen egy ember sem megtartani a parancsolatokat. Egyetlen egy sem. Se Ábrahám, se Dávid, se Salamon, senki nem tudta megtartani a parancsolatokat. Sőt, tehát Istennek kedves királya volt Dávid, akinek nemzetségéből származott az Úr Jézus is, igaz? Mit olvasunk róla? Házasságtörő, parázna volt és gyilkos. Megölette, mert nem ölte meg, annyira szerzél volt, nem ölte meg a feleség, a szeretőjének a férjét, hanem megölette az ellenséggel. Ugye? Mert a sátán nagyon rafináltan tudja programozni az embert. Ugye? De mégis Istennek kedves volt. Miért volt kedves? Mert olvassuk az 51. Zsoltárba. Itt porba és hamuba fetrengett, és bűnbánatot gyakorolt, és Istentől bocsánatot kért. Mert csak arra van bocsánat, amit megvallunk. Azt írja, hogy míg elhallgattam, megavultak az én csontjaim, míg elhallgattam a bűneimet, megavultak csontjaim. De Isten megbocsátotta neki ezt a bűnt is. És hagyd mondjam el, hogy nincsen olyan bűn ezen a világon, amit az Úr Jézus ne tudna megbocsátani. Most már vannak olyan hatásos mosószerek, nincs olyan piszok a ruhán, hirdetik a televízióba, amit ki ne vinne, ki ne lehetne mosni vele. Hát, no hát, sokkal jobb mosószer az Úr Jézus Krisztusnak a drága vére. Mert nincs olyan nagy bűn, amit ő tisztára ne tudna mosni. Amit ő meg ne tudna bocsátani. Nincs olyan nagy bűn. Most olvastam egy könyvet, most Szilvászáronon volt ez a szabadtéri evangelizáció, és bizonyságot tett az Isten tisztelet végén egy ember, hívtunk meg bizonyságot tenni, elmondta az önmegtérésének a történetét. 30 évet töltött a börtönbe. Az országban nincs olyan börtön, amelyiket meg ne járt volna. De ott tért meg a börtönbe. És volt egy bűn, amit nem tudtak rá bizonyítani. Amiatt nem kellett ülni. Már akkor a 20. évnek a végén, vagy 10 évet már akkor lévő, de más bűnök miatt. És ott a börtönbe, börtön evangelizációs alkalmával befogadta az Úr Jézus a szívébe, és megtért. És ami előtt szabadult volna a börtönből, bement a börtönparancsokhoz, hogy szívják be az államügyészt, bevallotta azt a bűnét, amit elkövetett. Bevallotta. Ő volt. És még akkor kapott 20 évet. És még 20 évet így hívő emberként töltött le a börtönbe. És nem csinált más, mint embereket mentett, a többi rabokat mentette. Beszélt neki Jézus Krisztusról. És nagyon többeket megtérített. Oda vezetett az Úr Jézus Krisztushoz. Többeket. De boldog ember volt ott a börtönben. Így alá a könyvben. A könyv, megjelent egy könyve is az élet történetéről. De nem lett volna boldog, hogyha annak a terhét kellett volna viselni, ha csak az Úr Jézus bocsátotta volna meg nekik, és nem viselte volna itt a földi életben a következményét. Mert mindennek következménye van.
Mert nem csak fölfele kell rendezni a bűneinket Istennel, hanem horizontálisan is. Ha védkezünk az atyám fia ellen, akkor tőle is bocsánatot kell kérni. Igen. Ő is elment, az bocsánatot kért azoktól, mikor kiszabadult a börtönből, akiket megkárosított. Kira volt. Még elcsalt, elvette a feleségét, stb. Mindent elmondott. Megvallotta az emberek előtt is a bűnét. Nem szégyelte. Az egyik lelkész azt mondta, akkor bement hozzá, aztán ilyen gyónás félét csinált, mert ugye nálunk reformátusoknál nincsen gyónás, de a lelke nyugtalanít, akkor is levigy a lelkészhez, aztán elmondja neki, hogy mit kell tennie. És azt mondta neki, hogy most már pedig elmész, ahhoz, akit te megbántottál, akinek a feleségét elcsábítottad, és elmondod neki is. Ugyanazt, amit neki megmondta. És megtette. Elment is. Nem történt semmi, nem ütötték agyon, nem ütötte agyon azért, mert elmondta. Tehát azért mondom, hogy rendezni kell mind a két irányba a bűnünket. Rendezni kell Isten felé is, és az emberek felé is rendezni kell a bűnünket. Mert azt mondja az ige, hogy csak az a bűn bocsáthatik meg, amit megvalunk, megbánunk és elhagyunk. Az Úr Jézus is azt mondotta, akit meggyógyított, ugye a házasságtörő azt mondta, nem meggyógyított, hanem oda vitték, hogy megkövezze, eredj el, és többé ne védkezzél. Igaz? Nem úgy van, hogy most már megbocsátotta, akkor folytatom tovább. Megint, amikor alkalom van, akkor megint elkövetem azt a házasságtörést. Igaz? Nem úgy van. Többé ne védkezzél. Mert a Krisztusban van az új teremtés, újjászületés, így ezt nevezik újjászületésnek. Én bizony harcol a két, az óember meg az új ember, az harcol egymásba, hogy megtegyem vagy ne tegyem meg. Egy csendes héten hallottam Liza nénitől, a Birtorbágyon, nagyon kedves hűséges szolgálja volt Istennek, hogy két kutya van az emberben. Egy fekete, meg egy fehér. És mindig veszekednek. Na most melyik az erősebb? Melyik lesz a győztes? Hát amely a gazdájának kedves, aztán eteti. Amelyiknek nem ad én, mi az lesz a vesztes, igaz? Na a hívembernek pedig mi a tápláléka? Hát az Isten igéje. Aki elhanyagolja az Isten igéjét, az éhezni fog, az nem lesz félvértezve a sátán támadása ellen, hiszen magát az Úr Jézust is a sátán igével kísértette, igaz? A buszába. Hát meg van írva, hogy angyalainak parancsol felőled, hogy mennyős lábadra kell, hát ugorj a templomról, tetejéről, legyen öngyilkos. Nem mondta, hogy öngyilkos legyen, csak hát tekoréban majd Isten megment úgyis tégre. Ez úgy is meg tudta az igényt, hogy az is meg van írva, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Mert az már Isten kísértés lett volna. Először, amikor ezt az igényt kaptam, mert ugye előre meg szoktam nézni, hogy a hónap első csütörtökén mi lesz az Újszövetség ige, azt akkor már akkor készülök rá, és úgy elgondolkoztam rá, hogy ugye mit is fogok én tudni mondani erről az ige szakaszról. Mert nem olyan látványos, mint egy csoda tételről beszélni, igaz? Nem olyan érdekes dolgok vannak benne. És hál' ugyan az Úrnak, megadta mégis a szót, amit el kellett mondanom. Amen. Imádkozzunk.
dicséret, dicsőség, tisztesség és háladás. A szentek urának legyen örök magasztalás, kiben soha nincs elváltozás, vagy ígérettől elhanyatlás, főleg fejünkre szálljon áldás. Mi is magasztalunk téged ebben a kicsiny csapatban, Úr Jézus Krisztus Istennek báránya, hogy te engedelmeskedtél az Atya küldésének, eljöttél ebben a bűnös világban, hogy véredet öntsed azért, hogy ne kelljen halálnak halálával meghalni. Köszönöm te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te elmondtad mindazt, amit az Atya rád bízott. És akik hisznek a te beszédednek, annaknak örök élete van. Aki pedig nem hisz neki, az már el is kárhozott. Benne marad a kárhozottnak az állapotába, mert mi bele születtünk. Bűnben születtünk, és bűnben melengített minket, amit én anyám, ahogy Dávid az ő zsoltárában mondja. De van szabadulás. Ebből a bűnös elveszett voltunkból. Köszönöm te néked, hogy most is itt voltál közöttünk, Uram, és tanítottál bennünket az igény keresztül, hogy mihez tartjuk magunkat az elkövetkezendő időkben is. Köszönjük te néked, hogy felkínálod a lehetőséget. Őrizd meg bennünket, hogy vissza ne essünk, Uram, a bűn fogságában, és ne érezzük jól magunkat abban a világban, amely tele van gonoszsággal. Könyörgök te hozzád a betegekért. Te áldott orvos vagy, te gyógyítsad őket, hiszen nem rövidült meg a te kezed, de tudjuk nagyon jól, meg van érve, hogy sok bélpoklos volt Szíriában, de nem gyógyult meg csak a Naámán, mert vele terved volt, Uram. Köszönöm te néked, mennyi édesetem, hogy eléd ihetem közelben és távolban lévő szeretteinket. Különösképpen azokat, akik még nem tértek meg, hogy ők is megtérjenek. Hogy ne kelljen majd annak idején az ítéletkor külön válnunk, hanem ott is együtt lehessünk a te dicsőséges országodba. Könyörgök te hozzád a gondozókért, hogy nekik is könyörölt a szívet, hiszen kevesen vannak és megfogyatkozott a létszámok is olyan. Légy érgalmas hozzájuk is. És könyörgök te hozzád sokat szenvedett kicsi magyar népünkért, Uram. Hálát adok te néked, hogy olyan vezetőt adtál ennek az országnak, aki igyekezik megvédeni a magyar népet a külső támadásoktól, és igyekezik rávenni arra, hogy a világosságban járjanak, hogy keresztény Magyarországgá váljunk, Uram, hiszen még nem keresztény ez az ország. Na, sokkal többen vannak azok, akik ateisták és hitetlenek, mint a hívő emberek. Könyörülj meg rajtunk. Küldjél munkásokat a te aratásokból. Könyörgök te hozzád, te légy velünk a hét további napjaiban is. És te készítsd el a vasárnapot, a hétnek az első napját, hogy az ige hirdetések hangosan szóljanak szerte a világban. Hívják Jézus Krisztushoz az embereket. Te légy velünk az éjszakában, és enyhítsd a csöngyeinkbe rekesztett fájdalmat, Uram. Könyörülj meg rajtunk, Istenem. Hallgass meg minket. A názáreti Jézus nevébe kérünk, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, itt éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Semmifelől ne aggódjatok. Kéréseiteket mindenkor háladással tárjátok az Úr elé. És az Istennek békessége, mert minden értelmet felülhalad, meg fogja őrzni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
esetek hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Elszáll a perc az életre, ma még ha jössz elérheted. Ne késj soká, ne várj tovább, ma kérd atyád bocsánatát. Borulj hittel a keresztnek, irgalmáért ma erteded, mert holnap már késő lehet, hogy elnyerhessed üdvödet. A szűk kapu még nyitva van, hív téged is Isten szava. Jézus szeret, vár tégedet, ne keményítsd meg szívedet. Ha elkésel, mi lesz veled, hogy mented meg az életed? Bezárul a kegyelmi út, lelked örök halálba tűnt.